estét kívánok, kedves nézők! Ez az év utolsó adása a Bajnokok Városa sportmagazin tekintve, és hát ilyenkor ugye mindig mindenki számot vet, visszatekint, mérleget készít, hogy hogy is sikerült ez a 2017-es év. Hát gondoltam, hogy hívjunk meg valakit, akivel igazán van miről beszélni és visszatekinteni, de ezúttal nem olyas valakire esett a választás, aki a pályán ért el sikereket, szerencsére azért belőlük is volt sok ebben az évben is, hanem aki tényleg most már kívülről rálát az egészre, és akinek ráadásul azért is rendkívüli hát jelentőség, vagy legalábbis különleges év a 2017, mert hosszú idő után először tényleg egy kicsit távolabbról, kicsit kívülebbről figyeli a fehérvári sportot. Gondoltam én, amikor meghívtam Mocskai Gábort a mai beszélgetésre, és akkor aztán úgy történt a dolog, hogy leegyeztettük az időpontot, és közölted, hogy délben a Titánokkal van valami közös program, aztán csapatebéd, aztán vezetői meeting, tehát mintha semmi sem változott volna, pedig hát hivatalosan ez az az esztendő, amikor én már egy ilyen visszább lépve, ugye nem vezetői pozícióban szolgálod a fehérvári sportot. Hát igen, ilyenkor azért egy kicsit feszítettebbek a napok, évvége van, minden csapattal ilyenkor azért van egy záróköszöntés, egy karácsonyi ebéd jellegű dolog, és hát azon kívül az élet az megy, napról napra vannak mérkőzések. Én messze nem olyan aktív szerepet vállalok, mint az elmúlt 3-4 évtizedben, de mivel fiatal kollégáim mindig és folyamatosan ragaszkodnak a jelenlétemhez, ezért furcsa lenne, hogyha ezeket lemondanám. És ugyanúgy érzel is egyébként, vagy valamiféle felelősség érzed, hogy távozott és egy kicsit könnyebb a helyzeted? Hát, természetesen ugyanaz a meccsdruk benne van az emberben. Én nem azt mondom, hogy már ugyanúgy ég és lobog a tűz, ezért is nagyon jó az, hogy ott vannak azok a fiatalok, itt a Szélig Viktor, Fekti Isti, Gál Péter, akik a, mondjuk úgy, hogy a munka dandárját végzik, viszik az egész szervezetet, de hát az ember ott van mindenben, amiben tud segít, ha kérdeznek, már pedig kérdeznek véleményt, akkor pedig elmondom. Én mindig őszinte voltam, akár pro, akár kontra, ez szerintem, amíg a szememet ki tudom nyitni, ez így lesz. Szokták mondani, hogy kétféle nyugdíjas van, az egyik, aki abban a pillanatban nem tud magával mit kezdeni, amint elkezdődnek a nyugdíjas évek, hiszen annyira a mindene volt a munka, hogy nagyon nehéz erre átállnia. A másik pedig alig várta, és tényleg eldob mindent, és élvezi a szabadságot. Akkor nem nagyon kérdés, hogy te melyikbe tartozol, vagy valahogy átmenet, vagy a kettő között? Én úgy érzem, hogy azért szerencsére több idő marad a pihenésre, a családra, a gyerekre, gyerekekre, unokákra, a családdal való együttlétre, de ez nem azt jelenti, hogy azt a napi 4-6 órát ne tölteném el a jégpályán. Az lenne egy ilyen nagyon durva hatás a szervezetemnek, hogyha ezt mondjuk április végétől egyik napra a másikra a kulcsomot letettem volna, és akkor oda nem megyek. Ahova az ember 40 évig járt nap, mint nap 10-12-14-16 órákat, ez nekem tulajdonképpen több időt töltöttem ott, mint otthonomban abban az időszakban. Hogyha majd hosszabb távon tekintünk vissza erre az évre, biztos sokszor elhangzik, hogy tényleg 2017-ben állt fel az új klub, egy új klubmodell, új vezetőség, és hát hogyha az átmenetet nézzük, tulajdonképpen az vagy te, hiszen a te vezetői érádból megy most át ugye egy másik korszakba a fehérvári jégkorong, te pedig itt vagy ilyen összekötő kapocsként, hogy látod, mennyire zökkenőmentes ez az átállás a klub életében? Én azt tudom mondani, hogy szerencsére ez az egész átalakulás, az új szervezet, és annak a működése, és annak az első lépései, azok talán azt lehet mondani, hogy teljesen zökkenőmentesen zajlanak. Az egy nagyon fontos téma, ami az elmúlt években nagyon komoly és generális problémát okozott, ez az anyagi stabilitásnak az állandó billegése. Ez ebben az évben szerencsére új szponzorok belépésével és a város hathatós támogatásával sokkal stabilabbnak tűnik. Tehát ez a rész, ez működik. Az átmenetnek természetesen új csapat épült, új edzővel, sok új játékossal. Ennek mindig vannak hullámhegyei, hullámvölgyei. Itt is voltak nagyon jó mérkőzések, voltak gyengék is. Én remélem, hogy a szezon hátralévő felébe a csapat tudja teljesíteni azt az elvárást, ami hangsúlyozom, nagyon nehéz, de oda kell kerülni a rájátszásba, de ez egy nagyon kiegyensúlyozott 12 csapat. Visszatérve egy pillanatra az anyagi stabilitásra, valóban emlékezünk, hogy minden szezon elején, közepén meg a végén is elhangzott, hogy azért itt azért lenne mi javítani,
és mondod most, hogy úgy támogatók meg a város segítségével valamelyest azért kiegyensúlyozódik a helyzet, de hát igazából tulajdonképpen itt azért a múlt lyukainak a betömködése is zajlik még, nem? Tehát azért még messze nem arról van szó, hogy a Fehérvár anyagi helyzete és stabilitása az mondjuk egyenértékű lenne a riválisokéval az Ebelben. Hát az, az Ebel szinthez még nagyon messze vagyunk. Én azt tudom mondani, hogy az elmúlt évek költségvetéseihez viszonyítva nagy előrelépés az, hogy azért a Szerencsejáték ZRT és a MOL belépésével két komoly támogató belépett ebbe a rendszerbe. Mi évekig hát minimum 300 millió mínusszal indultunk neki egy szezonnak, és azért ez a szervezet most, ami már kinőtte magát ezzel a két csapattal egy ilyen közel 70 fős szervezetté, azért itt a legnagyobb nehézség mindig a bérjárulék nek az előteremtése, kifizetése. Ez a terület, ez sokkal stabilabb lett, és még egyszer mondom, kiemelném a város segítségét, és dr. Cserpakovics András polgármester úr segítségét, azt, hogy így kiáll a jégkorong mellett, és emellett az Ebel szereplés mellett. Hangsúlyozom, hogy emellett a két felnőtt csapat mellett, itt azért van egy 350 fős akadémia, amelyik szerencsére a TAO következtében most már 2011 óta zavartalan működik, és zavartalanul tud fejlődni, mindenfajta anyagi lehetőség rendelkezésre, és hihetetlen mértékben fejlődött az infrastruktúra is ebbe az időszakba. Ha már polgármester urat említetted, éppen tegnap beszélgettünk vele, is ilyen évzáró beszélgetés, és hát a jégkorong kapcsán mindig elmondja, hogy azért a hazai viszonyokat tekintve nagyon sokan szerették volna hosszú éveken át, és most is ugye a Volán vezető szerepét legalábbis, hát hogy mondjam, a többiek szempontjából kiegyenlíteni, visszább vonni. És hogyha most a játékos fizetéseket, az egyéb konkurencia által kínált lehetőségeket nézzük, már nem is van annyival a többiek előtt a Fehérvár. Ez megmutatkozik abban, hogy mondjuk válogatott játékos jóval kevesebb játszik itt, mint mondjuk más magyar csapatban. Te hogy látod, az Ebel szereplés, az Ebel tagság, ez változatlanul ad-e valamiféle olyan jogosítványt a Fehérvárnak, hogy azért mondhatjuk, hogy mi vagyunk az első számú csapat, és hogy jót tesz-e a magyar jégkorongnak az a fajta kiegyenlítődés, ami egyelőre az anyagiakból látszik, nem abban, hogy más is hasonló szinten versenyezne? Igen, ez egy olyan kérdés, amit bőven tudnék boncolgatni erre, ez a műsoridő nem ad lehetőséget. Én úgy érzem, hogy sok minden megváltozott itt a 10-11. Éve működő Ebel időszakunkban. Az elején nagyon nagy kihívás volt a játékosoknak az, hogy egy ilyen bajnokságban szerepeljen, egy olyan klubba, aki ebbe a bajnokságba képviseli a magyar hoki színeit. Elég, ha azt mondom, hogy 2007-2008-ban, tehát a szaporos időszakban 12-14 válogatott játékos, mindenki itt akart játszani nálunk, mert fejlődni akartak, és olyan közegbe akartak dolgozni, ahol a feltételek jobbak, mint az akkori magyar viszonyoknál. Ez megváltozott szerencsére. Jobbak lettek a lehetőségek a többi magyar klubnál. Egy kicsit én azt mondom, és lehet, hogy most sokan meg fognak lepődni, a pénz nem jó irányba viszi ezt az egész dolgot, ezt más csapatsportákban dolgozó vezető barátaimmal is beszélgettük. Gyakorlatilag a mezőny az egy kicsit fölhígult, tehát a játékosok minősége az nincs azon a szinten a 10 évvel ezelőttihez viszonyítva, az igényszint az jóval nagyobb, viszont a játékost én megértem, mert a lehetőségekből kiválasztja azt, ami neki a legmegfelelőbb. Most egy kicsit könnyebb a magyar bajnokságba játszani hasonló jövedelmi viszonyokért, mint egy nagyon-nagyon nehéz 52 meccses osztrák liga sok utazással, kemény ellenfelekkel, és sokan azt választják, ami a könnyebb út. Én bízom benne, hogy a nagyobb konkurencia majd, ahogy az utánpótlásból egyre több remélhetőleg jó játékos kinevelődik, ez meg fogja változtatni ezt a trendet, és lesz egy jóval nagyobb merítési lehetőség, és minőségi jó magyar játékosok fognak itt játszani Fehérváron, ez az egésznek az alapja. Tulajdonképpen tényleg feladtad ismét a végszót ezzel, és már az előbb is említetted az akadémiát, hogy mennyi időt jósolsz, hogy mikor lehet az, hogy tényleg az ott pallérozódott és a felnőtt mezőnybe erősen beleizmosodó játékosok ismét húzó emberek lesznek itt Fehérváron, ami azért sem mellékes, mert a közönség ugye ezt tudja igazából rajongva szeretni. Hát itt a fiatal vezető kollégáimmal is erről nagyon sokat beszélgetünk. Nagyon várjuk mi is azokat a pillanatokat, amikor újra
föl fognak itt ünnepni Palkovics Krisztiánok, tehát olyan szintű játékos kéne 3-4, aki a csapat erősítésének is óriásit jelentene, azon kívül a fehérvári közönség is áhítva várja azokat a játékosokat, akik miatt ő kijön, akik miatt megveszi a bérletet, és akik miatt szívesen szurkol, és még azt is elviseli, hogy nincs a csapata a dobogón, de akkor is vannak olyan magyar egyéniségek a csapatban, aki miért érdemes jegyet váltani. Én bízom benne, hogy a fiataljaink lesznek annyira motiváltak, hogy a tehetség az megvan. Itt a munka színvonala is úgy érzem megfelelő, van mit azon javítani, de leginkább az alanyokban lévő hozzáállás, alázat, profizmus kell ahhoz, hogy valaki igenis ezt a nagyon nehéz utat válassza, hogy egy vagy két vagy három nagyon jó fehérvári ebel év után akár el lehet jutni a Delbe, lásd a Bartalis Istit, aki egy nagyon jó csapatban játszik most a Delbe, vagy akár Svédországba, Finnországba, adja jó Isten, hogy egyszer a tengeren túlin is legyen egy játékos. Nagyon sok válogatott kerettagunk van 20 éves korban, 18-16 éves korban. Itt az egyénen nagyon sok múlik, hogy az mennyi plusz munkát végez, hogy áll hozzá, mennyire profi, fejben milyen erős, és milyen komoly céljai vannak. Más sportágoknál is hasonló témákról lehetne mindig beszélni, és ami nagyon fontos, mindig fölmerül, hogy a szakember gárda tekintetében hogy áll egy sportág, hiszen az utánpótlást a jó edzők nevelik. Mennyire vagy megelégedve jelenleg a fehérvári helyzettele tekintetben? Én a fehérvári helyzettel mondjuk úgy, hogy elégedett vagyok. Ennyi a mosoly van az arcomon, mert ennek ellenére én mindig kritikus voltam, és a napokban láttam egy tévéműsort a női kézilabda VB kiértékelése kapcsán, a szakmai kérdéseket boncolgatták, és egy csomó olyan kérdésbe a tévé előtt én egyetértettem, és rá tudtam ültetni a saját sportágunkra. Nem beszélve arról, hogy másik csapatsportág is szóba került itt a labdarúgás. Én úgy érzem, hogy ezen a téren van a legnagyobb előrelépési lehetőség, hogy a magyar szakemberek méltóképpen tudjanak úgy fejlődni és olyan szintre eljutni, de hangsúlyozom, ott is az alanyok nagyon döntőek, hogy akarnak-e, vagy pedig megélhetési edzővé válnak. Azért ez a mai sport olyan mértékben szívja föl a munkaerőt, annyi edző van, annyi sportbeli tevékenység lehetőség van, ami az elmúlt 30 évben soha nem volt. Most kell kiválasztódjanak azok a személyiségek, azok az egyéniségek, akik maguk mindenféle komoly nagy célt tűznek ki, hogy ők a szakmai fejlődésük mellett odaadással, alázattal, pedagógiai, pszichológiai dolgok segítségével olyan embereket nevelnek, akikből később lehetnek azok a játékosok, akikről mi álmodozunk most jelen pillanatban. Még egyszer mondom, ez a kapocs nagyon fontos. A sportágnak egy nagyon nagy kihívása az, hogy az elmúlt 15 év eredményeit tudja tartani, vagy esetleg egy kicsit emelni a lécen, de ennek alapja lesz az, hogy milyen a szakembergárda. A játékosokról és edzőkről beszéltünk, és hát van még ugye egy szint a vezetők szintje, ezt nem azért mondom, hogy most feltétlenül ugyanilyen részletességgel beszéljünk, de hát ugye gyakorlatilag az utódaidat figyeled itt most a fehérvári klub élén, mennyire vagy elégedett a teljesítményükkel, van köztük, akit kifejezetten te szemeltél ki még annak idején saját utódodnak. Én mind a három vezető társamat, de ha négyet mondok, a Palkovics Krisztiánt, aki szintén a menedzsmentben és a klub vezetésében benn van. Én nagyon régen ismerem mindegyiket. Én úgy érzem, hogy abszolút alkalmasak arra, hogy itt komoly célok kitűzése után ezek a célok el is legyenek érve. Én azt mondom, az a legfontosabb, ez egy szó, az alázat, és nem csak itt a fehérvári műhelyben, hanem azokban a műhelyekben, ahonnan a magyar jégkorongra építkeznie kell. Ez a szó, ez nagyon ott kell legyen az elején, hogy a vezetők úgy dolgozzanak, úgy mutassanak példát, olyan kreatívak legyenek, úgy képezzék a szakembereket, és olyan játékosokat válasszanak ki, hogy ez egy közönségszórakoztató termék legyen a csúcs, tehát az a felnőtt csapat mindenütt, aki ugye nézővonzó kell, hogy legyen, ott nem mindegy, hogy a szurkolók elé milyen termék kerül az asztalra. Ez így van, és akkor egy kicsit rátérve erre konkrétan erre a mostani szezonra, gyakorlatilag azt látjuk, hogy majdnem minden meccs egy élethalál már itt az alapszakaszban is, hiszen hihetetlenül kiegyensúlyozott mezőny küzd a tuti rájátszásos helyekért, vagy hogy jó pozícióból induljon majd a középszakaszban.
Te most hol látod reálisan ebben a Volán helyét? Voltak itt azért jó periódusok, voltak rosszabbak. Túl vagyunk egy edzőváltáson, ami azért nem újdonság ennek a csapatnak az életében. Szóval összességében most mennyire látod reménykeltőnek a helyzetet? Én úgy érzem, hogy voltak nagyon gyenge teljesítmények, voltak nagyon gyenge szakaszok ebbe a 30 meccsbe, ami körülbelül lehetett. Ennek ellenére még ugyanúgy ott van nyitva az ajtó, hogy a csapat a playoffba oda kerüljön. A realitás az, és lehet, hogy most pár szurkoló meg fog orrolni rám, én úgy érzem, hogy a hátsó hatba van reális helye a csapatnak, de a hátsó hatból is kettő a végén oda kerül a rájátszásba. Az, hogy itt mi fog történni, annak nagyon sok összetevője van. Én úgy érzem, hogy a légiósoknál vannak hiányosságok, jóval több pont kellene ahhoz játékosoktól, hogy itt a szekér menjen, gördülékenyen. Egy-két fiatal az kimondottan jó teljesít, de vannak olyan fiatalok, akik úgy látszik, hogy egy kicsit megrekedtek. De mivel most december 22-e van, itt nem szabad értékelni. Most az a fő cél, hogy én nagyon bízom abban, hogy ez az edzőváltás jól sikerült, és nagyon bízom a Hanuban, mert tudom azt, hogy ő milyen ember és milyen következetes, kemény munkát végeztett, és milyen komolyan áll az egészhez, azzal az alázattal, amit én az előbb említettem. Éppen ezért itt minden ebbe benne van. Egy biztos, ez a csapat átlévő időszakban nem fog úgy összeroppanni, mint ahogy a szezon első 20 meccsén ez egyszer-kétszer előfordult. És nagyon remélem azt, hogy játékosok is teljes mértékben átérzik ennek a felelősségét, és ahogy közeledünk az alapszakasz végéhez, meg a középszakaszhoz, akkor már koncentráltan, mondjuk úgy, hogy ez olyan, mint egy étkezésnél a negyedik fogás, ugye a desszert, a szurkolónak is a desszert a playoff, és évek óta nem sikerült oda kerülnünk sajnos. Én nagyon szeretném a szőrös feje megérni, hogy egyszer négy között is van ez a csapat majd, és én bízom is abba, akár a vezetőkbe, akár a játékosokba, hogy ők is ugyanolyan éhesek, és ilyen magasra teszik a mércét. Hát, ha már az edzőt említetted, azért te is rutinos edzőváltó voltál, tehát soha nem rettentél vissza akár a népszerűbb edzők leváltásától is. Ma például ugye pont Roppelin érkezik vendégségbe, akinek szintén megvan a maga fehérvári múltja. Úgy látod, hogy meg tudja határozni akár a csapat egészének az eredményességét, az, hogy most milyen edző érkezett? Mert nyilván egy edzőváltás maga az nem csak a személyekről, hanem a helyzetről is szól, hogy ezt meg kell lépni. Én tényleg így van, hogy azért főleg az utolsó 15 évben azért egy kisebb füzetet lehetne írni, könyvszerű füzetet arról, hogy itt mi történt, de példaként csak azt tudom mondani, hogy nem mi vagyunk az ebbe azok, akik most edzőt váltottunk, már váltott edzőt a Filak, váltott edzőt a Bolzano, és még fog váltani másik csapat is. Tavaly is az alsó hatba játszó hat klub mindegyik edzőt cserélt. Ebben a helyzetben általában a vezetés úgy van, hogy nem lehet 6-10 embert kicserélni, hanem az első lépés az, hogy ha a csapat teljesítménye nem olyan, akkor az első mondjuk gyenge pont a láncszemben általában az edző. Én mindig edzőpárti voltam, és nagyon sok nagyon jó edzővel dolgoztam itt, Jan Jaskó, Puskarjov, Pet Cortina, Ted Szétör. Mindenkinél egy időszak után ez előkerül ez a téma, hogy nem jön ki a csapattal, esetleg nem annyira jó pedagógus vagy a pszichológiából, nem foglalkozik egyénileg játékosokkal, stb. Itt a Hanuban minden lehetőség megvan, ő azért egy Ljubljanában több mint 3 évig volt, nagyon eredményes volt, a Filakban 3,5 évig volt, ő nem ilyen évente egyik ágról másik ágra repülő edző. Nekünk az építkezésben én remélem, hogy a Viktorék döntése először is nagyon jó volt, a másik az, hogy ennek hosszabb távon lehet majd igazán gyümölcse, az biztos, hogy lesznek majd olyanok, akik innen meg akarnak szökni, de hát én mindig azt mondtam, aki nem akar Fehérváron játszani, annak nem kötelező. Jó, hát azt hiszem kiderült a beszélgetésből azért, hogy nagyon messze vagyunk még attól az időponttól, amikor Rocskai Gábor tényleg kívülállóként fog beszélni a fehérvári jégkorongról. Hála Istennek, legyen is ez így. Említetted, hogy szeretnéd majd még megérni, hogy nézed a négy között a csapatot. Legvégére csak annyit, akár már úgy tetszik karácsonyi jó kívánságként is, hogy ugye a csarnokról, az új csarnokról is mindig rengeteget beszélünk, hogy azért azt viszonylag most már látod azt a közeli időpontot, amikor az új nagyfehérvári csarnokban egy kényelmes névre szóló székben figyeled a kiváló fehérvári Volánt.
Hát a hírek szerint ez 19-ben, vagy esetleg 20-ban bekövetkezhet. Én nagyon örülnék, nagyon boldog lennék, nagyon büszke lennék. Viccesen mindig azt szoktam mondani, hogy hát majd legyen mozgássérült bejáró is, mert lehet, hogy abban az időben, mire ez a csarnok meg lesz, én oda kerülök, de ez csak poén volt. Én tényleg nagyon bízom, és ezt nagyon őszintén mondtam az előző hosszú-hosszú mondatokat, gondolatokat, idézőjelben külsősként, holott bent vagyok, de mégis úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos, és ami miatt nagyon fontos, csak tényleg két gondolat, az, hogy akárhogy szerepelünk, ez a csapat akárhogy játszik a következő mérkőzésen is, 2200 ember kint van. Ez a nagy felelőssége mindenkinek az utódok szempontjából, legyen ez vezető vagy játékos, hogy ezt a támogatottságot kell megtartani, és ha lehet növelni. Mert ezért érdemes ezt az egészet csinálni. Köszönöm szépen, Gábor, és nagyon boldog karácsonyt kívánok neked, és persze az egész fehérvári jégkorong. Nagyon szépen köszönöm, és ezúton hagyragadja meg az alkalmat, hogy én is minden kedves fehérvári tévénézőnek és nem tévénézőnek kívánok áldott ünnepet, és szeretettel várjuk akár a két ünnep között a jégpályán, de a jövő évben mindenképpen. Hát igen, mert a hoki az a sport, amely egyébként nem tart ünnepnapot, hiszen gyakorlatilag folyamatosan mennek majd a meccsek. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, beszámolunk természetesen a mai és a többi mérkőzés eredményéről is. Viszontlátásra!